Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy audiovágással kapcsolatos problémát fogunk megoldani. Adott egy hosszabb hanganyag, amit többfele szeretnék vágni. Amíg ez a többfele szeretnék vágni, kétfele, háromfele, az igazából nem okozhat senkinek gondot, megkeressük a vágási pontot, a felesleges részt kitöröljük, az első részt lementjük, akármilyen névvel, középső részt is szintén elejét végét levágjuk, a megmaradtat pedig kimentjük, vagy esetlegesen, mint például az Ocean Audio-ban van olyan lehetőség, hogy a kijelölt rész mentése másképp, és akkor a kijelölt részeket lementjük. Ez idáig természetesen egyszerű, és erről videót készíteni fölösleges lenne. De hogyha van egy 15 órás anyagod, és azt szeretnéd mondjuk 45 perces részekre felosztani, akárhány perces részekre, elosztatod a 15 órát a 45 perccel, és rájössz arra, hogy itt azért sok-sok-sok vágás van, oda kell figyelni, minél több vágás lehetőség van, vagy vágási pont van, annál jobban elfárad az ember, és annál hosszabb idő. Természetesen ez megoldható sokkal gyorsabban az Audio City alatt. Az Audio City-t érdemes megismerni, mert nagyon jó kis audiovágó program, nem az egyetlen, de jelen pillanatban azt fogjuk használni. Ott van olyan lehetőség, hogy jelölők. Jelölők használata. Azaz, vannak olyan jelölőink, amiket valamilyen jelölésre, feliratozásra, mármint egy hely névvel való ellátására fel tudjuk használni, de ezen kívül az Audio City képes arra, megadott jelölők mentén felvagdalja, egy rövidebb hanganyagot fogunk felvágni, három darab részre fogja felvágni az adott állományt az Audio City, de pontosan így történik esetlegesen jó hosszú anyagnak a feldarabolása is, hiszen az, hogy én egy, öt vagy száz darab jelölőt teszek be, az értelemszerűen idő odafigyelés, de a technika ugyanaz. Hát nézzük is meg ezt a hangállományt, hogyan érdemes ezt gyorsan csinálni. A mintafájt a gépész honlapjáról töltöttem le, ő felolvas könyveket, novellákat, egyebeket. Jelen pillanatban a Rakéta regény újságból megjelent, három darab novellát olvassa fel egybe. Nyilvánvalóan egy hangállományban, hogy három novella van, abba keresgélni, ide-oda léptetni kényelmetlenebb, hiszen lehet, hogy én csak az utolsót szeretném meghallgatni, az bepozícionálni kényelmetlen. Oké, miután letöltötte az ember az állományt, természetesen megnyitja az Audio City-vel. Első lépésben látjuk, hogy itt nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, mert vélhetően valahol itt, és az elején kell majd vágni, illetve rendezni az állományt. Mit fogunk mi csinálni? Természetesen azt kell csinálni, hogy megkeressük a vágási pontot, és elhelyezünk egy jelölőt, majd a második vágási pontot, ahol vágni akarunk, és elhelyezünk még egy jelölőt, illetve nyilvánvalóan, hogyha 1532 darab jelölő vágási jelet szeretnénk elhelyezni, akkor 1500 akárhányszor ugyanezt meg kell csinálni. Itt kényelmes helyzetben vagyunk, nagyjából tudjuk, hogy hol kell vágni. Első körben menjünk az elejére, home gombbal, és belenagyítunk egy kicsit. Megint home gombbal belenagyítunk. Van egy felvezető zene, amire nekem nincs jelen pillanatban szükségem, azaz ezt a felvezető zenét én levágom. Ez egy plusz dolog, nem igazán okoz senkinek gondot, kijelölöm, elejére megyünk, delete gombbal el fog tűnni. Hallgassunk bele, hogy jó helyen vágtunk-e. Ezt általában érdemes megcsinálni, mert hogyha szünetek osztásával, tehát látjuk, hogy szünet van és oda tesszük a jelölőt, belevághatunk ott is, ahol nem kell. Logikus feltételezés az, hogy egyszer kell jól megcsinálni valamit, és akkor nincs vele gond. Ha véletlenül, mondjuk itt most két vágásnál nem annyira jellemző, hogy probléma lenne, de a 5-10 vágásnál valahol eltoljuk a jelölő elhelyezését, akkor újra meg kell csinálni az egészet, vagy majdnem az egészet, az macera hangfájba nehezebb keresgélni, mint egy szövegfájba. Hallgassunk bele! Szerencsétlenség az ördög foknál. Alberto Edvard. Oké,
Természetesen ez az eleje az állománynak nem meglepő, hiszen az egésznek is ez az eleje, egy kis vágáson kívül összenyomjuk az állományt. Én azt szoktam csinálni, és szerintem ez a legkényelmesebb, hogy rátesszük a kezünket a kontrollgombra, és a görgetőt használjuk. Gyakorlatilag itt van egy szünet, nézzük is meg, hogy jó helyre pozícionáltuk magunkat, megint belehallgatunk. Oké, hallottuk a felvezető zenét, ami a második adagnak az eleje, megnyomjuk a kontrollgombot és a B-t, mind Béla. Megjelenik egy új sáv, amiben megjelenik egy jelölő. A jelölőt tudod mozgatni jobbra-balra, megfogod, húzod jobbra-balra, működik. Én azt mondom, hogy érdemes pontosan betenni, ahova kell, és utána nem csúsztatgatni jobbra-balra. Azt is megtehetjük természetesen. Ahogy lehet látni, itt van egy kis beviteli mező, nevet adhatsz a jelölőnek. Hogyha neked az a gondolatod, hogy nevet adsz hozzá, az jó dolog lehet, én nem szoktam csinálni, de jó dolog lehet, mert ezen a néven menti el az adott hangállományt. Oké, megvan az első jelölőnk, mehetünk tovább. Belehallgattunk, ellenőriztük azt, hogy mi hogyan van, megkeressük a következő részt. Én Ctrl-F-el össze szoktam nyomni az egészet, ilyen rövidebb hanganyagot, ez csak egy másfél óra, tehát nem egy nagy adag, és látom, hogy hol van a következő rész. Ha például annyi lenne a gondolat, hogy 10 perces részekre kell felosztani, azt is meg tudjuk tenni, hiszen itt látjuk, hogy mondjuk 45 percnél vagyunk, akkor az 55 percig oda megyünk, ott elhelyezünk egy jelölőt, nem csak így automatikusan 10 perc múlva, hanem belehallgatunk, azért oda kell arra figyelni, hogyha időszakaszokra, előbbi példa szerint 10 percre akarjuk felvagdalni, mert kényelmesebb úgy kezelni a hangállományokat, akkor nem csak automatikusan 10 percenként vágunk, hanem bele is hallgatunk természetesen, ahogy mindenhol van. Először egyszer és pontosan kell elvégezni a munkát, és utána nincs vele gond. Oké, egyes jelölőnk megvan, bemegyünk a kettes helyre, lehet látni nagyjából, hogy ott van, megint ránagyítunk. Most már vizuálisan is felismerjük azt a szakaszt, azt a kinézetet, amilyen az előző volt, de természetesen, hogyha nem ilyen egyszerű a helyzet, akkor belehallgatással megoldjuk, és oda visszük nem a kurzort, hanem ezt a vágó élt. Arra nagyon figyeljetek, hogy nem a kurzorhoz, tehát ha mozgatom a kurzort és most itt van, ide, hanem a vágó élhez fogjuk elhelyezni a Ctrl B-vel a jelölőnket. Oké, végeztük. Ennyi. Mi van akkor, hogyha hosszabb anyagot, mondjuk 15 órás anyagot kell felvágni 45 perces hosszra? Ez egy hangos könyv, illetve gépi felolvasás. Ha valakit érdekel, hogyan lehet gépi felolvasással, gépi hangú, tehát nem valódi felolvasás, gépi hangú hangos könyvet készíteni Linux alatt, menjen fel a honlapomra, nézze meg a leírást, elkészítettem, mert több embert is érdekelt. Nagyon-nagyon jól fejlődött az elmúlt 5-10 év alatt a gépi felolvasás Linux alatt, több hangsémát lehet használni, tehát élvezhető könyvet tudunk alkotni, hogy valaki meg tudja hallgatni. Oké, fel kell darabolni. Egy 15 órás anyag 45 percessé való fölvágása hosszú idő. Nem feltétlenül igaz az, hogy folyamatosan tudjuk elvégezni, tehát első, második, harmadik, tizedik jelölő után el kell menni a géptől. Milyen megoldás van, hogy a eddigi munkánk megmaradjon? Ez egy kis kitérő, de nagyon hasznos. Hogyan csináljuk? File, tehát erre nagyon figyelünk, és project mentése. Nem hang exportálása, hanem project mentése. Tehát a projektet le fogjuk tudni menteni, tehát nem azt jelenti, hogy egy hosszú, valóban hosszú, vagy aprólékosan elvégezendő munkánál itt kell lenni, és nem lehet megszakítani, de le kell menteni. Erre azért figyeljetek, nem hanganyagot mentünk, hanem a projektet mentünk, nagyon kényelmes. Itt is ugyanúgy fogunk eljárni, mint a szokott módon, van egy megvágott anyagunk, ki szeretnénk exportálni, file, export, hang exportálása, Shift-Ctrl-E, enterezzük. Itt egyetlen egy beállításon kell változtatni alapból, nem az egész projektet, hanem multi-file-ba szeretnénk elmenteni, multi-file. Tehát azt mondja, hogy hát multi több állományt hozzon létre.
mi szerint szeretnénk felvágatni, sávok szerint, tehát a külön-külön-külön, minden sávot külön-külön mentse, ez nekünk most nem felel meg, hanem címkék szerint szeretnénk. A címkék elhelyezésével adtuk meg a vágópontokat, ezt tudjuk. Oké, van lehetőség hang beillesztése az első címke elé, ezzel nem szeretnénk élni, természetesen logikus. Utána megkérdezi, illetve be kell állítani, hogy a fájlok elnevezése hogyan történjen. Ha megadtad a címkéket, ha megadtál a címkének nevet, azaz ebbe a boxba beírtad a címkének a nevét, akkor ezt választod, tehát az lesz a fájl neve, ami a címke. Én nem adtam meg nevet, természetesen a számozás a fájl név előtag után. Fájl név előtag, és annyit teszek ide, hogy teszt. Érdemes egy előtagot megadni, még akkor is, hogyha azonnal átnevezed a fájlt és szépen rendezgeted, akkor is érdemes megadni egy előtagot, mert későbbiek folyamán az, hogy 001, meg 002, meg 00325 nem túl izgalmatos név, és nem feltétlenül fogod tudni, hogy mi az össz van ebbe a hanganyagba. Exportálás elindítása után egy picit várakozni kell. Az export olyan hosszú ideig tart, ameddig tart, ezt igazából nem tudod befolyásolni, a géped adott, a kimeneti minőséget te állítottad be, gyorsítani nem fogod tudni. Meg kell várni, hogy elkészüljenek a szabványos MP3, én abba szoktam kiexportálni, fájlok, és utána már készen is vagyunk. Miután jelzi a gép, hogy készen van, nincs semmi egyéb dolog, mint utómunkákat elvégezzük az MP3-as állományokon, azaz normális nevet adunk hozzá, hozzáadunk normális ID3 tegeket, tehát kitöltjük azokat a kitöltendő dolgokat, amit sokan elfelejtenek, de véleményem szerint az helytelen, érdemes a hangállományainkat, főleg ha sok van, normálisan rendben tartani, akár fájlnév, akár ID tegek szerint tudjuk rendezni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!